Aki vért ad, lehetőséget ad. Aki vért ad, életet ad. Ezek a sorok szerepelnek a plakátokon, a felhívásokon. A Magyar Vöröskereszt Jászság területi szervezetének munkatársai állandó jelleggel szerveznek véradásokat a jászság területén, hogy minél több embernek tudjanak ezzel segíteni. Most volt június 14-én a véradók napja. Ezt világszerte ekkor ünneplik. Nálunk is Magyarországon ilyenkor a Vöröskereszt szokott kis ünnepséget rendezni, és a véradóknak megköszönni a véradást. Nagyon nagy szükség van a vérre, ezt gondolom nem nagyon kell mondani, mert a vért nem lehet mással pótolni, csak vérrel, és mostanában nagyon sok irányított és támogatott vérkérés is jön hozzánk, mert az orvosok nem tudják a műtéteket elvégezni, hogyha nem kapnak biztosan vért. A szervezet tagjai felhívják a figyelmet rá, hogyha valaki olyan helyzetbe jut, hogy vérre van szüksége, érdemes felkeresni a Vöröskereszt helyi munkatársait, mert tudnak segíteni abban, hogy kellő mennyiségű vér összegyűjjön. Így nem a hozzátartozó terheli a feladat, hogy rövid időn belül elég donor találjon. A helyi véradásokon a véradók nagyon szívesen adnak konkrét betegeknek is vért, sőt kérdezni is szokták, hogy van-e irányított véradás. Június eleje van, de már a híreket nézve rengeteg balesetet láthattunk, hallhattunk. A statisztikák szerint nyaranta több vérre van szükség az ellátásokhoz. A Vöröskereszt dolgozói várják a visszatérő és új véradókat is. A nyári időszakban mindig kevesebb is a véradó, és több vérre van ugye szükség. Ebbe nagyon sokat segítenek, hogy ilyenkor jobban, bátrabban jönnek az első véradók is, de nem elég. A nagy melegben sok véradó egy kicsit leáll, mert nem szeretné, hogy rosszul legyen, hát nyilván ezt senki nem szeretné, úgyhogy ez meg is érthető, de aki jól érzi magát és időt tud szakítani rá, az nagyon jó lenne, hogyha jönne mindig, mert a nyári időszakban nem szoktunk elég vért tudni gyűjteni. A Vöröskeresztnél minden évben meghatározzák nekünk a célt országos, megyei, meg területi szinten. Hát a jászságban ilyen közel 3000 véradást kellene teljesítenünk minden évben. Hát ez nem mindig sikerül. Véradásra jelentkezhet minden 18 és 65 év közötti legalább 50 kg testsúlyú egészséges felnőtt, aki vérét alkalmasnak tartja betegek gyógyítására. Azzal a szándékból, hogy segítsünk az embereknek.